Idén is a Jászapáti Gazdakör és Jászapáti Város Önkormányzat közös szervezésében 20 jászsági település hagyományos kézi aratóinak részvételével zajlott az Aratónap Jászapátin Pócs János gazdafarmján. Az aratóversenyt pálinka mustra és birkafűző verseny egészítette ki. A jászsági aratónap az évtizedek óta megvan tartva. Már hosszú évek óta itt ezen a helyen szoktuk megszervezni, és a jászság minden települése, 20 település, aprója nagyja felszokott sorakozni, és itt a arató reggelitől kezdve a mindenféle zsíros kenyér, meg a tejfel, túró, ami annak idején az arató gazdáknak kellett, azokkal a gazdák, illetve a gazdaasszonyok mind kivonultak a határba is, ápoltuk a hagyományokat, a hagyományos aratásnak a műveletét, közben pedig a települések, 20 település, 20 féle ízvilággal egy birka pörkölt főző fesztivált, illetve versenyt szervezett meg, aminek nagyon fontos üzenete van, hogy egymás gasztronómiájából is vendégül látjuk önmagunkat és egymást. A díszvendég Nagy István agrárminiszter volt, aki köszönetet mondott a jászsági gazdáknak, hogy a veszélyhelyzet és az idei esztendők kihívásai ellenére fáradhatatlanul dolgoztak annak érdekében, hogy jó minőségű élelmiszer kerülhessen a magyar családok asztalára. Látjuk, egy olyan időszakot éltünk át, amely soha nem volt még. Szóval a koronavírus járvány az teljesen átrajzolta mindenkinek az életét. Azt láttuk, hogy leállnak ágazatok, szektorok, de az agráriumnak működni kellett, hiszen az emberek otthon is maradtak, de minden nap enni és inni akartak. És ezt a feladatot teljesíteni kellett. Ahhoz, hogy enni és inni minden nap lehessen, ahhoz valakiknek nagyon komolyan dolgozni kellett, egészségüket kockáztatva, veszélyeztetve, a vetési időben vetni, majd amikor a növényápolási időszak következett, akkor ápolni, és most pedig aratni. De ahhoz, hogy aratni tudjunk, ahhoz ezeket az előző munkálatokat el kellett végezni. Azt hiszem, hogy járvány veszély is megtanított bennünket arra, hogy az agrárium és élelmiszeripar mennyire stratégiai ágazat, hogy mennyire különleges megbecsültséget, különleges elbánást igényel, hogy amikor az asztaltól fölkelünk jól lakottan, akkor mindig gondolnunk kell arra, hogy ezért valakik nagyon komolyan megdolgoztak. Ugye nem csak a koronavírus járvány veszélye kellett megküzdenünk ebben az esztendőben, hanem több egyéb vírussal is. Kezdődött a sertéspestis vírusával, aztán a madárinfluenza vírusával, jött a koronavírus, embereket veszélyeztetve, és ebből kifejezően jött egy negyedik vírus, amely a pánik vagy a félelem vírusa is, ami teljesen átrajzolta a mi szokásainkat, fogyasztási szokásainkat, vásárlási szokásainkat, amelyért természetesen meg kellett felelni, hiszen olyan bevásárlási láz tört ki, amikor egy szombaton háromszor annyit vásároltunk, mint a karácsonyi nagy bevásárláskor, és mégis a polcokat újra és újra áruval kellett föltölteni. Ráadásul az időjárás sem fogadta kegyeibe a gazdákat ebben az esztendőben, hanem nagyon nehéz körülmények között kellett gazdálkodni, hiszen a legszárazabb, aszályosabb tavaszaink egyikén vagyunk túl, aztán még a fagykár is nehezítette a gazdák tevékenységét, és mire megjött az eső, amikor aratni szeretnénk, akkor pedig pont az aratást teszi nehézé, és rontja a gabona minőségét a nagyon szélsőséges mennyiségben és intenzitásában lehulló csapadék. Úgyhogy nem egy könnyű esztendő. A tavalyi rekordévhez képest egy 5-15%-os terméskieséssel kell számolnunk a gabonafélék esetében. Ez természetesen nagyban függ a termőhelyi adottságoktól, sajátosságoktól. A végén, két hét múlva, amikor a kalászosoknak a aratása befejeződik, akkor könnyebb majd számot vetni. Most az előzetes adatok ezt mutatják, egy 5-15%-os terméskiesés. A területen a legjobb főzők mérették meg tudásukat. Rétegezéssel készült, tehát előre elkészítve hoztuk el a hagymát, és akkor rétegezve raktuk össze egy nagyon pici vízzel. A fűszerezés az csak só, bors, igen, tehát hagyományos fűszerezés, és amitől különleges, hogy egy baráti társaság szívvel, lélekkel és összefogással készített el. A megnyitón beszédet mondott térségünkből Hubay Imre biogazdálkodó is. A gazdakörök részéről, a kamara részéről mindent elkövetünk annak érdekében, hogy minél eredményesebben tudjunk megfelelni a követelményeknek. Az Agrárminisztérium segítségével, irányításával, stratégiai szempontjainak figyelembevételével, alkalmazásával a nehézségek ellenére, a nehéz időjárás, szélsőséges időjárás, egyéb nehézségek ellenére
úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest eredményesen tudjuk zárni a nyári betakarítási munkákat. Igaz, hogy most átmenetileg a csapadék hátrányt jelent abból a paratási szempontból, amit szeretnénk mi hamarabb elkezdeni és elvégezni, de úgy gondolom, meg tudunk felelni a követelményeknek, megfelelő mennyiségben tudunk előállítani étkezési búzát, vetőmagot, takarmányt, és ami szintén ilyen fontos, export áruallapot, ami a nemzetgazdaság szempontjából nagyon fontos. Jász-Nagykun-Szolnok megye, nagy gabona termelő megye. A mi gazdálkodásunkban, a megyében a termés átlag valamennyivel elmarad a több éves átlagtól, de nem olyan mértékben, ami katasztrófát jelentene. A körülményekhez képest jó gabonatáblákkal, jó eredmények kilátásával tudunk megfelelni a követelményeknek. Bízok abban, hogy egy közepes terméssel tudjuk realizálni a gazdálkodásunk ennek a szakaszát.